A közelgő minden szentek és halottak napja alkalmából a rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy ebben az időszakban megnőhet a bűncselekmények száma. Éppen ezért azt tanácsolja a temetőbe induló hozzátartozóknak, hogy ilyenkor fokozottan figyeljenek értékeikre. Nagyon fontos, hogy fölösséget dolgokat ne vünjünk magunkkal. Tehát volt esetünk, mikor a sértett több ezer forinttal zsebével ment a temetőbe, elkezdte a sírt rendezni, letette a táskáját is, mire visszatért mondjuk a, a szemetestől, vagy esetleg a, a temető másik részéből a táskájából eltűnt az érték. Fontos az is, hogy az autókat minden esetben zárják be, és ne hagyjanak benne értéket, főleg ne látható helyen. Erre ugyanis felfigyelnek a tolvajok, és képesek ezért akár a kocsit is feltörni. A temetők környékén a közlekedők számoljanak megnövekvő gyalogos és autós forgalommal. Akár kocsival, akár gyalogosan közlekednek, tegyék ezt még nagyobb körültekintéssel. Rászámolni a forgalomra, rászámolni, hogy igazából tömeg lesz, rászámolni arra, és ezt tömeget ki is fogják használni, vagyis a vagyok is, amelyek arra fognak, hogy ugye ráfókuszálni, hogy milyen érték van nálunk. Ilyenkor mindig tényleg a belső zsebek, azok a helyek, amik nem közvetlenül hozzáférhetők, a táskát magunk előtt tartva a hölgyeknek, hogy nagyon fontos ajánlás. A rendőrség arra is felhívja a figyelmet, hogy az értékesebb koszorúkat, sírcsokrokat és mécseseket ne egy héttel korábban vigyék ki a temetőkbe, hiszen vannak olyan tolvajok, akik ebből szeretnének hasznot húzni. Ellopják a koszorúkat, majd pedig eladják ezeket, a gyanútlan vevők pedig sokszor nem is tudják, hogy orgazdákká válnak.